Kis emberek érkeznek nagy csomagokkal az ajándékgyárhoz. Az egyik újpesti oviból jöttek, és társaiknak hoztak meglepetést. Hogy mit és miért? Mondják el ők maguk. Kezdjük rögtön Hubával. Azért, hogy legyen sok gyereknek jó ajándékja. Azt gondolom, hogy nagyon sok ajándékot hoztatok, és nagyon sok gyereknek lesz jó ajándéka. Egy titkosat kérdezek. Te milyen csomagot hoztál? Egy olyat, hogy volt benne könyv, meg ilyenek. Hány éves kisgyereknek hoztad? Egyiket 3-tól 4-ig, másikat 4-től 5-ig. Puca is alaposan megpakolva érkezett. A csomagba sok mindent tettek. Gumicsizmát, meg álmát, répet, gyümölcs, levet, mesekönyvet, játékokat. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fognak örülni azok a gyerekek, akik ezt az ajándékot megkapják. Miért gondoltad, hogy ide el kell gyere? Azért, mert szegény gyerekeknek nincs pénzük, és nem tudnak semmit venni, és a karácsony a szeretet ünnepe. Áronnak meglepetés a meglepetés, de ő is tudta, miért jön. Te milyen ajándékot hoztál? Azt nem tudom. Miért gondolod, hogy fontos volt ide elgyere ebbe a sátorba? Azért, hogy a szegény gyerekeknek is legyen ajándéka. Patrik is megőrizte a karácsonyi csomagtitkát, de őt is a segíteni akarás hozta ide. A te csomagod is közte van? Igen. Meg szabad kérdezni, hogy mi van benne? Mert nem tudom, mert anya csinálta. És azt tudjuk, hogy kisgyereknek, vagy kisfiúnak, vagy kislánynak csinálta el anya? Szerintem mind a kettőnek. És még egy kérdés, neked miért fontos, hogy itt legyél ebben a sátorban? Azért, hogy karácsonykor mindenki boldog legyen. Csomagból pedig annyi volt, hogy a gyerekeknek kétszer is kellett fordulniuk, és a végén helyet is szinte alig lehetett találni már a dobozoknak. Az óvi vezetője azt mondja, az ajándékhegyet most is könnyű volt megépíteni. Közösen a szülőkkel, nagyon nagy szeretetben és nagyon együttérzésben úgy döntünk most már évek óta, hogy mindig adományozunk, és a gyerekeket, legfőképpen a nagyokat erre az adni örömére, élményére is felkészítjük, és tényleg olyan boldogságban készítették, akár a saját ajándékaikat, akár a szüleikkel közösen vásárolt ajándékokat hozták ide. A gyerekek pedig nem csak ajándékot, de egy karácsonyi dalt is hoztak magukkal ide, az ajándékgyárba, hogy ezzel kívánjanak mindenkinek nagyon szép ünnepeket.